sokszor énekük Walesben. Érdekes Wales, mert ugye tudjátok, sok ébredés volt Walesben az utolsó több mint 100 éve, az utolsó nagyobb mérték, legalább volt a 30-as években is. És még mindig maradt ez a hagyomány, ez az éneklés, a férfi kórusok meg olyan, és az egyik ének, amit szoktak énekelni, az a... éneklem az első verszakot, jó? Míg láttam erlájszom gáló árnavi, írd oda kolhi májáig időn ávon kálvavi. Árglóidtam a fír, árdor alvati, kánafén ájdon a kvájdra gájdar kálvari. Így van. És az nem angol, ugye az pénz. Szeretnék egy pár gondolatot azért az ébredésekről mondani, és vezérigéként szeretnék felolvasni az apostolok cselekedeteiből, a második részből. Nem kifejezetten a pünkösdről fogok beszélni. Ez az akkori esemény, és akkor mondhatjuk, hogy kitört egy igazán nagyobb méretű ébredés pünkös napján. És csak egy pár verset abból, hogy Péter beszédéből, mikor felállt a nép fölé is, és megmagyarázta, hogy mi történt velük. Akkor apostolok cselekedetei 2, 16-17. Arról van szó, amit Joel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, fiaitok és leányaitok profétálni fognak, ifjaitok látomásokat látnak.